Music-Pubban Küzüvel és Devillel a Crossholder két jeles tagjával. Őket fogom most megint elrúgolni a jövő héttől induló Crossholder seregtoborzó és seregtalálkozó bizonyos fesztivál címén. Kedves Küzü, mondjatok nekünk erre egy pár dolgot. Sziasztok! Raka! Csá! Tehát ez úgy indult ez az egész ötlet, hogy elég szép számban nőnek a rajongóink, és ezért gondoltuk, hogy csinálunk egy sereget. Mivel Crossholder ugye lovagról szól, akkor legyen nekünk egy seregünk. És minden hónap utolsó hétvégén pedig tartunk egy seregtoborzót, egyben találkozó is, több zenekar fog befellépni. Mi, mint házigazda, ezek közül sztárzenekarok lesznek, akik egy-egy estés bulit fognak, tehát egy egész estés. A következő bulin kit várhatunk, mint fellépő zenekarra tépni, ki őt erre a zenekarra szavaztunk, és a Treff zenekar, aki egyébként egy nagyon régi zenekar, és inkább úgy mondanám, hogy vendég zenekar. Tehát ő rájuk szavaztak a legtöbben 1631-en, tehát Treff kezd, következik mi házigazda a Crossholder, és utána pedig a Phoenix Files, ez a BZ-nek, Vendigo, Hart, persze, BZ, Szevényi, Danika, és igazából a Vendigo nagy része játszik ebben a bandában. Ők játszanak, tehát ez az első bemutatkozó koncertjük, és a végén pedig a Love Gun, Noah Rockkal. Aki esetleg nem emlékezne a Love Gunra eléggé, a múltkor ők között találkozón a Love Gun énekesnője, az a gyönyörű hölgy, ami énekeltünk egy olyan karoki számot, hogy mindenki, aki férfi volt, a golyóit kicsit áthelyezte, illetve aki nőből volt, az még nagyon irigyé vált. Devin, ugye elindulnak ezek a bizonyos találkozók. Mit vártok ki ettől így a Crossholder szemszögéből? Hát, hogy mit várunk? Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy ezek a találkozók arra tökéletesen megfelelőek lesznek, hogy azt a baráti társaságot, aki eddig is szerette a zenekart, azt továbbra is magunk mellett tartsuk, és azokra az emberekre is számítunk, akik a leendő rajongó táborunkhoz fognak csatlakozni. Erre Gőző tudna igazából választ adni, hogy az oldalon milyen lehetőségeket biztosítunk-e ezügybe. Ugye, Gőző? Ja, hát... Mert most már meghívásos alapon is lehet. Ja, még annyi, hogy tényleg ezt az jó, hogy említetted, hogy tehát a tagok regisztrálni lehet a seregbe, aki személyesen eljön a koncertre, az harcos lesz. Ez azt jelenti, hogy fél árban tud bejönni a következő bulikra. Tehát ha én eljövök a következő bulikra, teszem egy átlagember. Bejövök, befizetem a jegyet, akkor kapok valami ilyen... Kapsz egy ilyen kitűzőt, közelítsél, kérlek szépen. Megvan. Egy piros keresztes kitűzött, ebben a pillanatban harcos lettél, és fél áron jössz be a következő bulikra. Viszont ha hozol 10 új tagot, akit harcossá választunk, akkor lovag leszel, és lehet közelíteni erre a kitűzőre, ugye itt van a lovag kitűző, tessék, ott van, ott, jó? És lovakként pedig ingyen jössz be minden bulira. Ez igen. Csak a Crossholder bulikat jelenti? Nem, minden hónap utolsó hétvégén tartandó Crossholder serege találkozó bulikat jelenti. Ez igen. Igen. Úgyhogy kb. Ez. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni ezeket a bulikat, hogy mi mindig megpróbálunk egy kicsit aktuális szemszögből megközelíteni a mi általunk megcsinált programot. Tehát nem mindig ugyanazokat a dalokat fogunk játszani, legalábbis az elképzelésünk az, hanem minden bulira azért bespékelünk egy-két új nótát. Meg vannak egy terveink is. Tehát gyakorlatilag beszélgetünk a Küzüvel egy olyan jellegű dologról is, hogy fogunk csinálni egy egész más blokkot a Crossholder dolgokon kívül, ami gyakorlatilag ilyen feldolgozásokat fog tagolni, és azt egy ilyen külön kis blokkra fogjuk előadni, tehát nem egy majd egy Crossholder, 8-10 dal, és akkor a végén visszajövünk, és egy ilyen, azt mondom, egy ilyen happening lesz a színpadon,
P-mobil ugyanúgy vendégekkel megspékelve. Tehát feldolgozásokat fognak csinálni, a feldolgozás blokkot, ami terveink szerint, tehát megpróbálunk megszavaztatni azokkal a rajongóinkkal, akik rendszeresen feljárnak az oldalra, hogy mit játszunk, mit szeretnének hallani, és azokat a dolgokat fogjuk majd megcsinálni. Nagyjából egy kép van az én fejemben is, meg a srácok fejében is. Hát olyan dalokra gondoltunk, hogy a P-Mobile, Dynamit, Piramis, Oszlán, amit azt mondom, egy széles réteg ismer, ezekből csinálunk majd egy ilyen feldolgozást. Ez garantáltan hatalmas rajongótábor neveket is fognak gondolkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Végezzük köszönöm az interjút is. Rock on! Október 30. Itt legyen mindenki, ne legyenek fotelrockerek. Hey! Szevasztok! Oh, my God.